Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy hétvégi szerelmi jóslás. Péntek, szombat, vasárnap. Ezek a madaras kártyák az én saját kártyáim. Nem csak virágos kártyám van, hanem mutatom a madarakat is. Először megtekintjük azt, hogy mi történik a pénteki napon. Itt ezek a madarak közölnek velünk valamit. A fő téma itt a felső kártya, és ez a madár Pallas Athene istennővel áll összeköttetésben. Pallas Athene az a harcoknak, a háborúknak az istennője, de nem olyan értelemben, hogy ő harcol valaki ellen, hanem védi az országot. Ez egy közlés számunkra, védjük meg magunkat. Előfordulhat, hogy a pénteki napon valaki rátok támad, vagy kellemetlen dolgok történnek, igazságtalanság, és meg kell, hogy védjétek magatokat, vagy van egy lelki társatok, és neki kell megvédeni magát. A másik kártya aranyosabb, kedvezőbb, mert itt van egy ajándék, mégpedig egy ékszer. Ez az ékszer lehet valóban egy ékszer, hogy azt ajándékba kapjátok, de ez mutatja a kreatív munkát is. Valami szép történik a pénteki napon, valami örömteljes. Az is lehet, hogy a ti lelki társatok vár arra, hogy ti jelentkezzetek, vagy ajándékozzátok meg őt. De fontos, hogy ti magatok döntsétek el azt, hogy mit szeretnétek tenni. Erre utal ez a kivi madár, individualitét ezt jelenti. Legyen személyiségetek. A szombati napot itt ezek a kártyák mutatják. A fő téma itt a kontroll. Valaki figyel rátok, és kíváncsi arra, hogy mi történik most a napokban. De legyetek nagyon okosak és bölcsek, ami itt a középpontban áll, nem ez a személy, aki figyel titeket, hanem a szerelem. És tartsatok össze. A szombati napot itt ezek a kártyák mutatják, valamit tanultok az eseményekből, vagy lesz egy képzés, egy iskola, tanulásról van szó, ami viszont még fontos, az a szerelmi kapcsolat, ugyanúgy, mint itt is, tehát ez is most nagyon a középpontban áll. Ez a dal, ez az ének, ez nagyon szép, ez utalhat zenére, táncra is, de ezzel a kártyával együtt a szerelemre, ez ének, ez nagyon szép, lehet egy szerelmes levél, egy hír, aminek örülni fogtok. És ez volt a hétvégi szerelmi jóslásom. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!